Köszöntöm a stúdióban Novák elődöt, aki a Mi Hazánk Mozgolom alelnöke és frakcióvezető helyettese. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és a ma reggeli kérdező, megint. társunk, ahogy már mondtuk, Boldog Névnapot jegesi Andrásnak az ATV Híradó riporterének. Köszönöm kérdéső. szépen! munkával ünnepelsz! Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok! Neked is boldog névnapot kívánok, András képviselő úrnak pedig jó reggelt kívánok! A tegnap előtt robban tulajdonképpen, hogy tárgyalja a parlament mai rendkívüli ülésén az önök által benyújtott önkormányzati és országgyűlési választásokat módosító javaslatot. Viszont az kiderült, hogy az igaz, vagy hát nem kiderült, lehetett tudni, az igazságügyi bizottság ma fél tízkor kezdődő ülésén veszi egyáltalán gorcső alá, tehát ott fog kiderülni, hogy most tárcsorozatba kerül-e. Ehhez képest a kiküldött az elfutáron parlament honlapján megtalálható napi renden már szerepel, a törvényjavaslat, tehát akkor már lehet előre tudni, hogy el fogják fogadni és tárcsorozatba veszik ezt. Hogy, hogyan lehetséges? Még sajnos nem lehet tudni. Ha tárcsorozatba veszik, akkor kerülhet egyáltalán napirendre. Ez egy ilyen feltételes, és valóban azt szokták mondani magukról is, hogy a két harmad Két útjai far... kifürkészhetetlenek. A két akartam mondani, mert olyan én sokszor egy a módosítás hogy, a, hogy, a, Fidesz segédcsapata, meg én nem tudom milyen narratívákat próbálnak elfogadtatni. Hát persze ránk lehet húzni akár azt is, hogy a két farkú kutyapárt ügynökei vagyunk, hiszen bizonyos szempontból egyébként az ő érdeküket is szolgálná egy arányos rendszer, de szerintem hogy, a, hogy az igazság, igazából... hogy mi az igazság. Természetesen egyébként egybeeshetnek kétségkívül az álláspontok, érdekek, például az országgyűlés által legutoljára tárgyalt napi rendi pont, egy családpolitikai javaslat, egy mondatos, ott a DK után fejeztem ki egyetértésemet, hát a DK-val is ilyen értelemben egyébként. Alapvetően vagy támogat valamit egy párt, vagy ellenez, tehát nagyon sokszor lehet közös platformra helyezkedni, nekünk is ez sikerül sok alkalommal, akár balliberális liberális pártokkal, akár kormánypártokkal, tehát önmagában az, hogy, hogy kik, minek az érdeke, vagy, vagy mi az állás, ez alapján szerintem nem lehet ilyen olcsó bélyegeket fűzni, és a mai döntéssel kapcsolatban pedig szerintem hát a sors iróniája, hogy egyébként épp az én javaslatomat tárgyalja ma az országgyűlés, akit a Gábor korábban a fideszes képviselő közt a leginkább utált politikusnak nevezett Vona Gábor, és egyébként Mikor kétség volt? kívül. Hát ez néhány éve volt. Hát ezt mondom. De egyrészt azért, mert a fideszes választási csalásokat megalapozó Kubatov listát bizonyító Kubatov Gábori hangfelvételt megszereztem és nyilvánosságra hoztam. Másrészt és talán ez az, ami inkább ide kapcsolódik most, hogy nagyon sok fideszes érdekséremet okoztam, a politikusi állásalmazás tiltásával, amit egyébként szintén 2014-ben sikerült, vagy akkorra sikerült sok évnyi javaslatétel küzdelem után elérni, hogy aki országgyűlési képviselő, az ne lehessen mellette például még polgármester is, és most egy kicsit hasonló helyzet van legalábbis a fővárosban. Szerintem azért ez a helytelen rendszer megmaradt, vagy hát 2014-től újra bevezették, hogy aki fővárosi közgyűlési képviselő, az mellette lehet még polgármester. Vagy inkább fordítva mondanám, mert a polgármesterség vitathatatlanul egy főállás, főállású fizetést is kapnak, tehát szerintem a politikus bűnözés egy törvényesített formája is az, hogy valaki több helyről vesz föl főállású fizetés, miközben nem látja el a feladatát. Mondjuk a közgyűlési tagságért nem jár tiszteletdíj a polgármestereknek. De, de nagyon sok egyéb felügyelőbizottsági tagság, igazgatósági tagságot látunk, és önmagában a legfőbb társadalmi probléma azért az, hogy nem képesek ellátni tisztességgel a feladatukat, eleve nem képviselnek fővárosi, sokkal inkább saját kiskerületi érdekeket képviselnek. Ezért én megértem Tarlós István álláspontját, aki elhatárolódott a mi hazánk mozgalom javaslatától, és ő nem támogatja, mert a mindenkori főpolgármesternek az a kényelmes, ha olyan emberek ülnek a testületben, akiknek nem is igazán fontosak az összfővárosi érdekek, sokkal inkább csak a kis saját szubkulturális, vagy legalábbis helyi lokálpatrióta érdekeik a fontosak, így könnyebb főpolgármesternek lenni, Ez, ez főváros kerületekből áll össze, és a két érdeket, a kerületi érdeket és az összfővárosi érdeket, a közgyűlés egy jó terep arra, hogy lehessen valahogy harmonizálni. De a fővárosi közgyűlésnek elsődlegesen fővárosi érdekeket kellene képviselnie, ezért oda jó lenne, ha közvetlenül választanák a fővárosi képviselőket. Hogy reagálna arra, amit Karácsony Gergely ezzel kapcsolatban mondott a Telexnek? Megdicsérte, hogy ez egy nagyon-nagyon alaposan előkészített törvénymódosító, na eddig szólt a dicséret, utána pedig úgy fogalmazott, hogy szerintem nem az eredeti formában fogják elfogadni, ha valóban megszavazzák, akkor az is bekerül majd a törvénybe, hogy eltörlik a közvetlen főpolgármester választást, és a közgyűlés választja ezt a titulust, mert igazándiból szerintem arra megy ki a játék, és azért tologatja a Fidesz maga előtt a zsebnáciait és a felvárás, felvásárolt ex-liberális Fodor Gábort, mert ők is tudják, hogy ez nagyon ciki. Hát, Volt egy zsebnácizás, meg érdemben az, hogy ennél tovább menne a Fidesz. Azt is támogatná egyébként a mi hazánk, hogy ne legyen közvetlen főpolgármester választás? Nem, azt nem támogatjuk. Mi azt szeretnénk, hogy közvetlen államfőválasztás legyen. Talán nekünk volt a ellenzéki pártok közül egyedül államfőjelöltünk. Legutóbb mi nyílt lapokkal játszunk, és azt gondoljuk, hogy a népnek kell megválasztani a főpolgármestert is. Hogy a Fidesz mit szeretne, azt nyilvánvalóan nem tudjuk, hiszen nem nyilatkoztak ebben az ügyben. Nekünk viszont van programunk, a Viradat programunk, amelyben egyértelművé tettük, hogy mit szeretnénk. Például egy igazságos, arányos választási rendszer. Ezért tartom egyébként lehetőségnek most, és úgy tűnik, hogy egyedül a Mi Hazánk Mozgalomnak van programja, receptje a Fidesz túlhatalmának, országgyűlési parlamenti túlhatalmának, mert szerintem azért ez a fő téma ma az országgyűlésben, és ez egy történelmi lehetőség, hogy 2010 után először napirendre kerülhet egy olyan javaslat, ami a Fidesz kétharmadának véget vetne a parlamenti aránytalan, igazságtalan, demokratikus hogy antidemokratikus Egyedül a mi hazánk javaslatait fontolja meg ellenzéki oldalról a Fidesz, sőt, mi több néha, mint késő is megy. Milyen Nem, furcsa ez a e, többi ellenzéki párt ezt Kálmán Olga is mondta, eh, nagy csodálója voltunk, azt gondolom sokan itt a legendás szerepléseinek, főleg amikor fideszes politikusokat szorított sarokba, de most, hogy ezt nyilatkozta... Páram, egy kicsit, a stúdióban maradtak. Eh, de az a baj, hogy amit most nyilatkozott, ez meglehetősen valótlan állítás. A azt azt mondta ő azt mondta, Kálmán Olgánál maradat, mindegyikre szeretnék reagálni, hogy a kormánypárt soha nem vesz napirendre ellenzéki javaslatot. Hát ez tényszerű tévedés, tehát kikerestem, 2010 óta 40 ellenzéki javaslatot vettek tárcsorozatba. Az enyémet ugye még nem, az ma fog kiderülni, hogy ezt sikerül-e. De a 40 javaslat között van pikáns módon egyébként Szabó Tímé, a párbeszédes Szabó Tímának az országos népszavazási eljárás módosításáról szóló, később meg is szavazott törvényjavaslata, vagy Karácsony Gergelynek a kampányfinanszírozás átláthatóvá tételével kapcsolatos törvények módosításáról szóló törvény tehát valójában előfordul azért ilyen. És ahogy mondtam, Ez hogy önmagában az, az, az hogy az érdekek... egyrészt, másrészt azt nem tudjuk, hogy ebből mennyit szavaztak meg. Így van. Fidesz -es, -es ahogy mondtam, ahogy ahogy mondtam volt olyan is, amit megszavaztak, ezt se tudjuk, hogy meg fogják-e szavazni. Nyilvánvalóan komoly érdeket sért, főleg Fideszes körökben, hogy mi arányos rendszert szeretnénk. Azért mondjuk ki a legfőbb tételt, az az, hogy a Fidesznek soha nem volt kétharmados választói felhatalmazása, ennek ellenére, sőt, sokszor 50% alatt volt, hogy 45% alatti választási eredményen érte el a saját maguk által kubátovgája. Gábor konyhájában létrehozott törvényel több mint kétharmados parlamenti felhatalmazást. A mi javaslatunk ennek megszüntetését célozza. Én úgy látom, hogy a balliberális pártok berendezkedtek örök ellenzékiségre, kényelmes megélhetési képviselőségre. Nekik jó ez a felállás, nekünk nem jó. Mi egy igazságos, demokratikus rendszer szeretnénk. Egy kicsit abszurd, hogy, hogy, ma már úgy tűnik, hogy én leszek a demokrácia őre. Nem ezt a szerepet számítom. Elnök úr, az első hanem egy nagyon sok olyan tabu témát felvetni, ezen túlmenően, mint akár a képviselők visszahívhatósága, ami szívügyem. Egyébként egyetlen képviselő vagyok, aki még a jobbik köpenyek forgatása a miatt, a amikor a, a, képviselők visszahívhatóságát, amikor megteremtették, akkor visszaadtam a mandátumomat. Ez is egy szívügyem, a mentelmi jog eltörlése is egy szívügyem. Tehát van számos olyan téma, amivel nekem kellene szerintem foglalkozni, és nem ezzel. Ezt már felvetette volna bármelyik párt, hogy egy programot, javaslatot tesz arra, hogy hogyan szüntessük meg a kétharmadot, az aránytalan, igazságtalan, antidemokratikus kétharmadot. A cél az nagyon szép, de a Fidesznek pont a kétharmada miatt a, tehát rajta múlik, hogy ő beleegyezik-e abba, hogy saját hatalmának korlátozásába belemegye. Tehát mi az egyébként, amit a mi hazánk mondjuk ajánlana ezért cserébe? Hiszen a politikában az érdekek és a kompromisszumoknak a keresése az egyik legfőbb dolog. Így mi van. az, amit önök adnának a Fidesznek, hogyha ezt támogatná? Nézd, meg is jelentek olyan elemzések, hogy a Mi Hazánk Mozgalom zsarolja a Fideszt most azzal, hogy azt szeretnénk, hogy kerüljön napirendre, és így támogattuk csak ugye hogyha napirendre napi kerülhet az országgyűlési kétharmad. Azt szerintem fontosabb egyébként, mint csak a fővárosi túlhatalom. Ez mégis egy sokkal kidolgozottabb javaslat, mert az országgyűlési választásra vonatkozó beadványuk mindössze kettő oldal, az se tölti ki egyáltalán. Az érdemi része az tulajdonképpen az, hogy a jelölő szervezetek által elért listás mandátumok száma az általuk delegált és megválasztott egyéni jelöltek mandátumainak számával csökken. Erre szólítja fel az országgyűlés. Semmi egyéb részlet nincsen benne ehhez képest, ami önöknek elvileg kevésbé fontos önkormányzati javaslat, ahogyan Emilia is említett, és Karácsony Gergely is utalt rá, az egy végletekig kidolgozott, tényleg kodifikációs mestermunka. Hogyha ez Köszönöm. fontosabb, akkor miért nem ez van jobban kidolgozva? Ez egy fontos kérdés, és egy jogtechnikai kérdés. Az önkormányzati ez egy elég egyszerű ügy, bár bonyolultnak tűnik, de hát abban volt egy korábban hatályos szabályozás, gyakorlatilag Ctrl-C, Ctrl-V-vel át lehetett ültetni a korábbi szabályozást, míg az országgyűlési esetében nem volt Magyarországon még arányos rendszer. 2010 előtt is igazságtalan rendszer volt. Ezért mi azt gondoljuk, hogy először az alapelvben kell megállapodni. Ezt igyekeztünk viszonylag egyszerűen megfogalmazni, bár így is sokak számára még nehezen érthető, hogy mit is jelent ez a német választási modell. Hogyha az alapelvekben sikerül megegyezni, akkor mivel egyébként ez nem is olyan sürgős, mint az önkormányzati, ezért van idő társadalmi vitára bocsátani. Ha az alapelvekben megegyezünk, beszélhetünk olyan bonyolult dolgokról, mint a Kubatov Gábor boszorkány konyhájában megrajzolt választókerületi határok, hogy még a Duna sem minősült határnak, ha kellett, akkor azon is átnyúlt, hogy választókerület. Egyik településéből a másikban nem vezet út, mert úgy rajzolták meg a határokat. Ez kétségkívül nagyon bonyolult. Ez több tíz oldalnyi vagy több száz oldalnyi is lehet, hogyha a választókerületek felsorolását is belevesszük. Nem akartunk elveszni a részletekben, ezért azt gondoljuk, hogy először egy határozati javaslattal állapodjunk meg az alapelven, ki az, mellébeszélés nélkül részletekben nem elvészve, aki egy igazságos, arányos választási rendszert szeretne, aki nem ért egyet azzal, hogy kétharmad, soha el nem érő választói felhatalmazással rendre kétharmados túlhatalmat kap a Fidesz, és ez azt gondolom, hogy az egész rendszer teszi működésképtelenné, azt kommunikálják propagandával, hogy nemzeti együttműködés rendszere van ehhez képest, nem meg, nem hallgattattak meg ugye ellenzéki képviselők. A úr, 2010-ben, amikor belépett az országgyűlés ajtaján, úgy ismertem meg a parlamenti napló szerkesztőjeként, mint aki igazán érzékeny a jogelvek iránt, ezt mutatta mondjuk azt, hogy emberi jogi témában számos felszólalása volt. Na most egy évvel a választások előtt választási szabályokat módosítani, az miféle elvek szerinti politizálást jelent, illetve hogyha nem teljesíti a Fidesz azt a feltételét a mi hazánknak, hogy az országgyűlési választásról szóló csomagot is megszavazza, akkor a mi hazánk mit fog cselekedni? Köszönöm. Az első kérdés, kétségkívül érdekes, hogy mikor lehet módosítani. Én azt gondolom, hogy igazságos irányba, objektív, igazságos, arányos irányba mindig lehet módosítani, jobb késő, mint soha. De ha valakinek épp ez a probléma, akkor én most itt megígérem önnek, szerkesztő ha lesz olyan, véletlenül persze csak ellenzéki képviselő, aki benyújt egy módosító javaslatot arra, hogy ez csak egy év múlva lépjen hatályba ez a törvény, én előterjesztőként ezt befogadom, ezt a módosító javaslatot, én támogatni fogom, ha cserébe mondjuk azért az indokolásban írja, hogy egyébként viszont akkor ő megszavazza ezt és az országgyűlési választások arányosabb átételi rendszert is. Tehát azért akkor kössünk egy politikai alkut valamit, valamiért. Ezt most itt megígérem, hogy akkor ezt tegyük tisztába. Tehát akkor nem vonatkozna a mostani Akár. Szerintem egyébként vonatkozhatna, tehát azért nekem alapesetben az az álláspontom, de ha valakinek ezen múlik a támogatás, én azt gondolom, hogy egy választási rendszer jobb, hogyha több lábon nyugszik. Szégyen, hogy az magyar alaptörvény is kizárólag a kormánypárti szavazatokkal került elfogadásra, egyetlen egy javaslatunkat sem támogatták korábban. Tehát itt erre most és Posga Imrét befogadták, úgyhogy a nemzeti oldal az így képviselve volt. Hát, Jó, mi, és a második kérdés, ami a A, válasz, a másik kérdése, fontos? nyilvánvalóan nehéz tudni, hogy a Fidesz hogyan fog erre reagálni. Mi azt szeretnénk, hogyha csomagban történne a szavazás, és nyilván erre parlamenti jog egyébként nem tesz lehetőséget, tehát egymás után lehet szavazni. Mi azt szeretnénk, hogy akkor legalábbis az országgyűlési választás szabályai elő, szabályai előbb, 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 legyenek. Ugye. Arról döntsünk először. Mi annak fényében tudjuk csak támogatni a másikat is. Holott elvi Alapon egyébként mind a kettővel egyetértünk, tehát nem csak a Fidesznek van túl És hatalma. És ha fordítva lesz? Hát ö, akkor nem tudom elképzelhetőnek tartani, hogy a magunk részéről ezt ö, támogassuk. De akkor jól értem, Sőt. hogy a beadványaik azok tulajdonképpen a Fidesz jó indulatán múlnak? Nem, nem, egészen, tehát itt több pártnak a döntéséről van szó. Nyilván van olyan túlhatalma van a Fidesznek jelenleg, hogy nélkülük semmit sem lehet az országgyűlésben megtenni, de már az, hogy napi sikerült ilyen, azt gondolom, hogy egy kis politikai érzékel is ezt vetettünk, mert igen, meg kell találni azt a alkalmas pillanatot, és azt a hatalmi De, helyzetet, szóval hogy mondjam, ez... azért ez nem csak az önök politikai érzékét dicséri, hanem egy olyan helyzetet, amikor az ellenzék még inkább széttagolt, és nyilván egy arányosabb rendszer a Karácsony Gergely mögött álló többséget tudja szétszalámizni a közgyűlésben, például a két farkuaknak jó. Akkor, lesz. ha nincs párttámogatásuk a, Ö... a fővárosban, mert az igen. is egy fontos elfogyasztó. hogy a szóval, itt szóval valójában a Fidesz ezért nyitott erre a javaslatra. Ö én azt mondom, hogy ne azt nézzük, hogy kinek most mi az érdeke, a azt nézzük, ]ást. hogy mi igazság, azt, hogy mi az igazságos. Tehát, hogy ja. Török Gábor volt egy, 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 vitám egy tévéstudió folyosóján, és egyszerűen képtelen volt megérteni, hogy, hogy engem nem az mozgat, hogy, hogy mik most a közélménykutatások pillanatnyi felmérései, mi bevállalunk néha népszerűtlen dolgokat is, hogyha az a szakmai világnézeti meggyőződésünk. tehát, tehát Persze, nem tagadom, most nekünk is az az érdekünk, mert igazság szerint a választási eredményünk alapján kereken kétszer annyi mandátummal kellene rendelkezzen a mi hazánk mozgalom jelenleg a parlamentben. Tehát mi vagyunk egyébként az egyik legnagyobb elszenvedői ennek az aránytalan rendszernek. Tehát Fideszes képviselők helyettünk a parlamentben egy aránytalan igazságtalan. De tegyük hozzá, hogy igazságtalan a fővárosi rendszer is, csak ott a fél százalékos párbeszédnek ad egy elképesztő túlhatalmat. És akkor legyünk korrektek, idézzük Karácsony Gergelyt, mert azért ő maga az, aki most, miután én a Fidesz Fidesz által 2014-ben bevezetett törvényt szeretném megszüntetni. Ezek után ő beszél most fasizmusról, miközben az, annak a törvénynek a bevezetésekor ők kiáltottak diktatúrát. Konkrétan Karácsony Gergely úgy nyilatkozott, hogy ez alkotmányellenes, az alkotmánybírósághoz fordult 57 országgyűlési képviselő. Most már, hogy hatalomban vannak, most már nincs probléma, ezzel nem alkotmányellenes. Ha az ő álláspontjuk szerint ez az, akkor engedtessék meg nekünk, hogy mi is ezt meg akarjuk változtatni, és ne az ő pillanatnyi érdekeik szerint. Na jó, a egy picit most lelassítunk, meglátjuk, hogy, hogy a bizottságban milyen döntés születik ma. Köszönjük Látjuk a fejleményeket. Meglátjuk, a és remélem, hogy legközelebb már a képviselők visszahívhatóságáról beszélhetünk. Köszönjük. Meglátjuk. Köszönjük. Köszönöm.